Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodos péntek estét szeretnék kívánni. Ahogy láthatjátok, a tegnapi Halloween is minkem sikeresen kín szenvedés által lejött. Na de most mit is csinálhatna a bátya? Így éjfél után pár perce, mintsem nektek egy horror videót, azon belül is most egy rövidke halloweeni horrorfilmet fogunk megtekinteni, szóval mindenki szedje össze az összes bátorságát, és akkor kezdjünk is bele! Fú, de horrorfilmesen indul ez az egész! Már most nem tetszik! És halljátok? Ez nem a Halloweennek az eredeti film zenéje. De figyeljetek, ott már napsütés van, meg boldogság. Mert szerintem igen, akkor bizony, lesznek itt copyright problémák, de ez most nem számít. Az a baj, hogy baromira rég láttam a filmeket, és nincsen most meg így hirtelen a sztoria, lehetséges, hogy ez ahhoz fog majd kapcsolódni. Ki tudja, hogyha esetleg valaki képben van, akkor mindenféleképpen írja le nekem, hogy ez a filmnek az egyik zenéje. Mert baromira ismerős. És mennyire jól néz már ki. Baromira old school a képvilága, de nekem nagyon, de nagyon tetszik. Egyedül sétálgat az utcán. Nincs itt semmi probléma, oké, hogy ez egy horrorfilm, de nem lesz itt semmi baj. Csak nem fog senki rátámadni. Ugye? Kérlek, mondjátok, hogy nem. Az mondjuk eléggé gyanús, hogy rajta kívül szinte senki sincsen az utcán. De ez lehet pozitívum is, hogyha nincsen ott senki, akkor nem tudja senki megtámadni, ennyi. Nézegeti ott a mad... Ne csináld ezt velem. Eddig volt egyedül az utcán. Ő ott, a filmből, nem Michael? Azt hiszem úgy hívják, hogyha tévedek, mindenféleképpen javítsatok ki, de hát bizony, ő már ott van. Teljesen megértem. Mennyire epikus volt az a kép, hogy így szemtől szembe néznek egymással. Szóval teljesen megértem, hogyha ő fél és megijedt. Valljuk be, hogy mindannyian megijedtünk volna. Ugyanis ez nem egy hétköznapi dolog, mert nem tudhatod, hogy mégis ki van az állarc mögött. Lehetséges, hogy csak valaki már napközben előreoszt egy kicsikét a Halloween-t és beöltözött, de mi van, hogyha nem? És mi van, hogyha egy veszélyes ember? A Chelsea nagyon jól tenné, hogyha sietne, de szerintem most már lassan haza is érkezik. Nem tudom, hogy ez az egész összefüggésben lesz-e az eredeti halloweeni filmekkel, hogyha igen, akkor bajban leszek, de nem hinném, szerintem önállóan is meg fogja állni a helyét, és mi, akik nem vágjuk annyira, mi is képben leszünk itt. Na de már otthon is van, és miért szirénáznak ennyire? Ez eléggé gyanús, hogy senki nincsen az utcán, és szirénáznak, nem? Na de kap is egy üzenetet! Ilyenkor, amikor filmekben valaki kap üzenetet, mindig azt szoktam hinni, hogy én kapok, na de írnak is neki, hogy otthon vagy. Válaszol is, hogy igen, na is te. Természetesen én is már egy órája azt hallgatom, hogy szirénák vannak, illetve helikopter hangok, te egyszerűen el tudod ezt hinni? Mégis mit? Mi történik itt? Te tudod, hogy mi ez az egész és hogy mi folyik itt? Hát, hogyha tudja, akkor nagyon, de nagyon remélem, hogy el fogja nekünk is árulni. Nancy-nek, jaj, de nem bírom ezt a nevet, a Nancy James-es sztorink óta, azt mondta az édesapja, hát akkor hiteles információból tudja, ne vicceljetek, hogy felgyulladt egy épület, amiből kiszabadultak elmebeteg emberek. Mennyire? Nem hangzik ez jól. Itt bizony baj lesz. Lehetséges, hogy akkor a Chelsea mögött egy olyan ember volt. Szóval ő nagy eséllyel veszélyes lehet rá akkor, nem? Mi ez a hang? És miért vezet valaki ilyen durván? Lehetséges, hogy a kocsi mögött is egy onnan szabadult ember lehet? Úristen, én azt hiszem, hogy láttam egyet, amikor sétáltam haza. Csak nem követett teljesen hazáig.
és csak nem tudja, hogy hol laksz pontosan. Vagy mégis? Már hogyha igen, az semmi jót nem jelent. Ne, komolyan? És mégis hogyan nézett ki? Hát, nem is tudom, azt hiszem, hogy egy fehér maszkot viselt. Zárkózz be! Te is, és hogyha esetleg bármi történne, mindenféleképpen írjál. De csak nem fog semmi sem történni. Vagy mégis? Hoppá, hoppá! És ott is vannak a szirénák. Hát de az csak jót jelenthet. És most már helikopter hangot is hallhatunk. De értitek, akkor lehetséges, hogy a közelben lévő úriembert kapcsolták le a rendőrök, és visszaviszik őt az elmegyógyintézetbe. Akkor a csajszi biztonságban van. Nem lesz itt semmi para, nyugodjunk meg. Bár elég... Ne csináld ezt velem! És ott van az ablak előtt! Fú, de megijedtem! Egyáltalán nem voltam felkészülve semmilyen jumpscare-re, de hát már itt is van. Miért? Miért csinálod ezt velünk? És ő bizony közeledik. De az ablakot miért nem csuktad be? És hogy benézett, hogy van-e itt leendő áldozat vagy sem? De onnan biztos vagyok benne, hogy meglátta a csajszit. Hiába bujkászott. Nehogy benyúljon, és elkapjon téged vagy valami, de hát már nincsen ott. Most már csak az a kérdés, hogy vajon hol lehet? Talán már a házadban? De csak nem. Most kéne kihívnod a rendőröket, de ilyenkor probléma. Ne csináld ezt. És valaki próbálja a zárat kinyitni. Szóval ilyenkor probléma, hogy szerintem ő egy kisvárosban lakik, és baromi sok helyre hívják most a rendőröket. Mi van akkor, hogyha nincsen már szabad rendőr, aki ki tudna hozzá menni? De hát ez majd mindjárt ki fog derülni, és hogy próbálkozik bejutni a házba? De hát ez csak nem fog összejönni, de nézzük a pozitív oldalát, mivel próbálkozik bejutni, még nem jutott be, és ez a rövid horrorfilmünk bizonyíték arra, hogy bizony napközben is lehet félelmetes horror csinálni. Ott is van, hívja is gondolom a rendőröket, ki is csörög, és miért ilyen hangos a zene? Miért érzem, hogy az a valaki már bent van a házban? És mindjárt mögötte lesz vagy valami? De csak nem. Figyelj, biztonságban vagy ott. Bár... Éppen akarom mondani, hogy a zárral már nem próbálkozik, de nyílik valamelyik ajtó. Tudja, hogy nem ő jutott be, hanem csak a húzat miatt van ez az egész. Ugye? De miért nem veszik fel a rendőrök? Ne csináld már. Nem volt neki elég egy kés, hanem egyszer összefogott kanalakat, villákat, meg minden. Sokkal, de sokkal praktikusabb lett volna, hogyha egy kést vettél volna csak a kezedbe, nem? Jaj! Miért nevetek ezen? De ez nem rossz taktika, hogyha megfogja és bezárkózik mondjuk a fürdőszobába. Bár azzal csapdába is kergetheti saját magát. Talán az lenne a legcélszerűbb, hogyha kifutna az utcára. De lehetséges, hogy az utcán pedig sokkal több ilyen ember van. Szóval sehogy se jó, de hogyha ott el tud bújni, akkor biztonságban lesz. Ne! Csak nehogy az legyen, hogy a zuhanyfüggöny mögött van. Kérlek, mondd azt, hogy nem az lesz. De csukd már be a fürdő ajtaját. De biztos vagyok benne. Hú, hogy meghallotta az a valaki, hogyha a házban van, hogy te bizony oda mentél. És tudjátok, megjelenne mögötte. De eléggé biztonságosnak tűnik most minden. A kérdés már csupán az, hogy meddig. De akkor nem jutott be a házba? És jól gondoltam, és komolyan az ajtó csak a húzat miatt
Nyitódott ki egy picikét? Csak nehogy mögötte legyen! Ne! És most beleszólt a rendőrség a telefonjába, amitől ő megijedt és kidobta az ablakon. Hát bizony azért a telefonért ki kell akkor menni, de a rendőrök már le is rakták. Hát akkor nem fognak menni segíteni, de lehetséges, hogy nem is kell. Ugyanis biztonságban vagy, ír neki a barátnője, hogy elkaptak egy csávót fehér maszkban, ő az udvaromon volt. Hát de lehetséges, hogy akkor elkapták a tagot, és akkor a csajszí most már komolyan megnyugodhat. Nagyon jól vagyok, várj csak egy kicsit, hogy megkönnyebbült, hogy a barátjának semmi baja nem esett. Én akkor könnyebbülnék meg, hogyha vége lenne ennek a sztorinak, és neked se esne bajod, csajszí. De érted, elkapták a maszkos csávot, akit látott akkor. Minden rendben lesz. Lehetséges, hogy az összes elmebeteg embert már elfogták. Na, Irisnek ismételten a barátnője. Miért? Lepődött így meg. Ó, hogy ezért, hogy nem azt a maszkos csávot fogták el, aki az ő háza körül volt, és akit ő látott, hanem egy másikat. Ez bizony probléma, ugyanis lehetséges, hogy akkor, akit te láttál a környékeden, még szabadlábon van, és még mindig ott van a közeledben. És már megint mozog a zuhany függönye. De nem csukta be az ablakot, szóval tuti, hogy csak a húzat az ismételten. Bár nem nézte meg, hogy mögötte van-e valaki. Mi van, hogyha végig ott rejtőzött? Lecsi! Fú, te! Hallod? Ennyire nem ijedtem én még meg szerintem egyetlen egy jumpscare-től sem. Fú, hát ez baromira hatásos volt, ez egyszerűen egy remek mű. Nézzük meg ismételten. Most így nem ijesztő, de az előbb szinte felugrottam, annyira megijedtem. Na de bizony, ott van az úriember, és már el is kapta a csajt. Hát de szurkoljunk neki, csak el tud onnan menekülni. De hát, nem úgy néz ki. De azaz, harapd az ujját, valahogy, csak. Ne! Eltörte a nyakát és megölte. Pedig én végig azt hittem, hogy meg fog menekülni. Annyira, de annyira durván van ez megcsinálva, mint hogyha komolyan egy baromira nagy költségvetésű horrorfilmet néznénk. Közben pedig egy amatőr rendező csinálta ezt az egészet. És milyen büszkén nézi az áldozatát, hogy igen, ő bizony ezt tette vele. Minek neked az a kés? Hát az előbb ölted meg. Mégis mire készülsz? Na így? Mennyire? Michael-ös a Halloween-ból. Baromira. Jól megcsinálták. Ez a jelenet, hogy így elhúzta, brutál volt. És itt ér véget ez az egész. Hát imádtam egyszerűen minden másodpercét. Rég ijedtem én meg személy szerint ennyire. Annyira hatásos volt az a jumpscare, és még mindig nagyon, de nagyon gyorsan dobog a szívem miatta. Várjatok már! Kiköszöntem az előbb már meg minden, és lezártam a videót, de most állt össze ez az egész. Az a címe a rövid horrorunknak, hogy ő hazajött. Szóval a saját házába ment be, és az a csaj, akit megölt, nagy eséllyel valamilyen rokona lehet?
így még durvább ez az egész. Nagyon remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van a gameplay csatornám, meg minden lent a leírásban, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem maradsz le egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!